Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak, megkérek mindenkit hogy a mobiltelefonját, ha még esetleg nem némította volna el, akkor legyen szíves tegye meg, köszönöm szépen! Ha bárkinek kérdése lenne, akkor érdemes felírni. Jegyzetelni is érdemes. Szokásos szóval rendben zajlik a mai képzésünk, egészen egyet tízig lesz, közte lesz egy szünet az első rész egy díjmentes rész, a második rész pedig képzés, hogy milyen képzés, erről majd lesz szó. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Hogy vagytok? Jó, jó. Jó. Jó vagytok? Itt igen. Itt igen? Igen. És a világgal mennyire vagytok elégedettek? Más világ, mint itt. Más világ? Azért még annyira nem durva, hogy más világ, mint itt. Jó, tehát. Mi, mi újság van ebben a világgal? Mi baj van vele? Minden újságban benne van. Minden újságban benne van? Aha. Na nézzük meg, mivel is foglalkozunk. Jó? Hát nem tudom, észrevette, -e, de hogy van egy ilyen általános elbutulás a világunkban. És ugye ezt tudjuk, hogy minél tudatlanabb egy ember, annál több hibát követel, annál több problémát okoz. Minél értelmesebb, okosabb egy ember, annál kevesebb problémát okoz. Nem csak saját magának, hanem másoknak is. Tehát nyilván, hogyha egy ember nem elég gó. eszes, hát akkor ez azt jelenti, hogy annak a következménye a rossz, vagy rosszabb élet. Tehát ahhoz, hogy az embernek jó élete legyen, az eszesnek kellene lenni, nem? És hát érdemes átgondolni, hogy milyen lesz a jövőnk, vagy a gyerekeink jövője. Ha aktívan nem teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen. Nem? Tehát, hogyha mindent elszúrunk, akkor egy még rosszabb világ lesz, nem? És ha még jobban elszúrunk dolgokat, akkor még rosszabb világunk lesz. Tehát, ha megnézed, akkor lehetne mondani, hogy általános az, hogy az emberek elszúrnak dolgokat. És ugye ez már minden szinten működik, ez az elszúrás. Tehát, hogy elszúrják az emberek a a társadalom alacsonyabb szintjén is a dolgokat elszúrják, magasabb szintjén is, a társadalom legtetején is elszúrják a dolgokat. Tehát ilyen, ilyen, ezért is lehetne mondani, hogy ilyen általános elbutulást látunk a világunkban. És hát ugye én azt mondanám, hogy ez ilyen ez egy ilyen spirális lefelé haladás, tehát mondhatjuk -e egy ilyen Lassan mozgó örvény, ami ugye gyorsul, tehát minél nagyobb az elbutulás, annál nagyobb lesz a tudatlanság az emberek körében, és annál ugye nagyobb a, a problémák léte, annál több problémát hoznak létre az emberek. Tehát valami, mintha valami olyasmi időszak térne vissza, mint ami száz évvel ezelőtt volt az első világháborút megelőzően. Hogy az embereket elhűítették, és akkor, akkor rá lehetett venni arra, hogy, hogy olyan dolgokat csináljanak, amit még soha a történelemben nem csináltak, mert soha a történelemben nem volt világháború. Tehát egyszerre annyi országban még soha nem volt háború, mint ugye első világháborúkor. És ahhoz, hogy első világháború lehessen, ahhoz Szó szerint előtte el kellett butítani az embereket, és hát amiatt utána rá lehetett arra venni, hogy azt tegyék, amit tettek. De szó szerint. Tehát szó szerint. Tehát jó, hát tudjuk jól, hogy aki foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy az első világháború az nem egészen úgy indult, ahogy tanultuk a történelemben közel se úgy indult, ahogy tanultuk. Ugye azért, ugye hát a, a, vesztesek azok mindig rosszul járnak a történelemben, ugye azt tudjuk, és a történelmet mindig a győztesek írják, soha nem a vesztesek, ugye ezt is tudjátok, nem? És hát nyilvánvaló, hogyha mondjuk valaki kirobbantják a háborút, valamelyik ország mondjuk, valamelyik nép kirobbantja a háborút, és ha az győz, akkor nyilván nem azt fogja mondani, hogy ők robbantották ki a háborút. Nyilvánvaló. Mert az első világháborút is, meg a második világháborút is, ugye a brit birodalom robbantotta ki. És valahogy, mintha nem ezt tanultuk volna. Miért? mert mind a két esetben a brit birodalom az győztesiként került ki a, az első és a második világháborúból, és nyilván mindig a győztesek írják a történelmet, és gyakorlatilag a győztesek a saját szemszögükből írják meg a történelmet. És azt úgy írják meg, ahogy az nekik jó. Ez mindig is így volt a történelemben, hogy mindig a győztesek írták a történelmet soha nem a vesztesek. Világos ez? És mindig a történelem könyvbe az került be, amit a győztesek diktáltak, hogy bekerüljön a történelem könyvbe. Márpedig, ugye mi azt tanultuk, hogy az első és a második világháborút hát nem az angol, tehát nem a britek robbantották ki, hanem ugye az elsőt a németek, illetve hát nem is a németek hanem az Osztrák-Magyar manuelia, a másodikat meg a németek és ez egyik sem igaz mert mind a kettőt a gyakorlatilag az angolok robbantották ki tehát ugye egy háborút azok robbantanak ki akik gyakorlatilag ö, hadat üzentek egy másik népnek. Oké? Okay. Tehát amikor ugye egy hadüzenet nélküli támadás folyik, akkor gyakorlatilag csak valami revízió vagy bosszú történik. Oké? Okay. Tehát ami azt jelenti, hogy, hogy nem hosszú távú harcot akarnak folytatni, hanem valamit akarnak. Revizionálni, tehát módosítani. Megnézitek, az oroszok sem üzentek hadat az ukránoknak. Csak hogy tiszta és világos legyen. Tehát ugyanúgy az osztrák-magyar monarchia nem üzent hadat a szerbeknek. Anno-annak idején, amikor Ugye megtámadta a Szerbiát. Gyakorlatilag az egy bosszú hadjárat volt, mert hogy rendet akartak tenni a saját birodalmukba, mert Szerbia még az osztrák-magyar monarhiához tartozott, mert ott járt a trónörökös, és a, az osztrák trónörökös, és az osztrák trónörököst meggyilkolták. Tehát gyakorlatilag. Na most a saját birodalmukban rendet akartak csinálni, a birodalmuk egy részébe, de nem így tanultuk. Nem így tanultuk. Oké, akkor ugye a második világháború meg úgy indult, hát ez sem a világháború indult, ott is egy, egy bosszú volt, ugyanúgy bosszú, mert a lengyelek elzárták Kelet-Poroszországot. Németországtól ezáltal, tehát elzárták, szó szerint elzárták a lengyelek, ez, ezt pedig meg akarták bosszulni, és utat akartak nyitni Kelet-Poroszország felé. Oké, okay. és gyakorlatilag nem volt ott se hadüzenet. Tehát nem üzentek hadat a lengyeleknek. Erre mindkét esetben, Németország, tehát illetve a brit birodalom az első világháborúba azért, mert ugye mit csinált, tehát hogy történt az első világháború, tehát az osztrák-magyar manárhiának nem egészen úgy sikerült ez a bosszú, mint ahogy szerette volna, és akkor a németek besegítettek nekik. Erre az angolok, az osztrák-magyar monarchiának és a németeknek hadat üzentek. És így robbant ki az első világháború. A második világháború meg úgy robbant ki, hogy ezt a bosszút, amit a németek akartak, hogy nem engedték őket Kelet-Poroszországba, a lengyelek, Ugye megtámadták Lengyelországot hadüzenet nélkül, tehát ők nem akartak háborút, ugyanúgy, mint az oroszok sem akarnak háborút, nincs hadüzenet. Oké? Okay. Erre a második világháború azért robbant ki, mert az angolok hadat üzentek a németeknek. Tehát a brit birodalom hadat üzent Németországnak. Oké? Okay. Ami azt jelenti, hogy ha hadüzenet van, akkor az bizony háború. Oké? Okay. Ha nincs hadüzenet, akkor az vagy bosszú, vagy valami revízió. Világos ez? Tehát most is megnézed, nem háború van Ukrajna ellen, mikor az Európai Unióban itt háborúról beszélünk. Az oroszok ezt nem tekintik háborúnak. Ezt gyakorlatilag ö, hát egy revíziónak tekintik. Egy rendrakásnak tekintik, nem tudom világos-e. Tehát egy olyan rendrakásnak, ahol a saját érdekeiket képviselik. Még az a jó, hogy hála Istennek senki nem üzent még hadat az oroszoknak. Mert abban a pillanatban bármelyik ország hadat üzenne az oroszoknak, akár Ukrajna, mert Ukrajna se üzent hadat az oroszoknak, csak hogy tiszta és világos legyen, abban a pillanatban két háborús félről beszélhetnénk. Tehát én nem értem, hogy miért nem világosítják föl ezzel, illetve értem, hogy miért nem világosítják föl ezzel kapcsolatban az Európai Uniós lakosságot, hogy Európában Nincs háború, hanem konfliktus van. Érted? Ha háború lenne, ha megnézed az összes háborút, az mind totális. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy fogják és a haderejüket egymásra engedik. Az a háború. Világos? Itt szó nincs az oroszok és az ukránok esetében, hogy a haderejüket egymásra engedték volna szó nincs róla. Hát most gondold végig, a, az orosz hadsereg az jóval több, mint egy millió fő. Az EU-ban nem tájékoztatták az embereket arról, hogy nincs itt háború, Európában nincs háború. Itt van egy fegyveres konfliktus. Ha háború lenne, akkor a két hadsereg, tehát mit tudom én, egy Négy vagy 500 ezres hadserege Ukrajnának is van. Az oroszoknak vagy háromszor akkora, vagy négyszer akkora hadseregük van. Tehát a világ legnagyobb létszámú hadseregét vel az oroszok rendelkeznek. Az azt jelenti, hogy a háború, tehát itt a konfliktus során egyszerre még egy félről, tehát egyik félről 40-50 ezer katonánál több még nem harcolt. Tehát általában ilyen 10-20 ezer-30 ezeres létszámmal harcolnak egymással szembe a, a, a katonák. Érted? A, tehát ami azt jelenti, hogy hogy az embereknek fogalmuk nincs arról, hogy ez nem háború. Egy háborúban ugye az úgy működik, hogy fogják, és a hadsereg nagy része az harcol. Most a, a hadsereg egy kis létszáma harcol, főleg az oroszoknál egy kis létszám. Tehát ami azt jelenti, hogy az oroszok azok nem háborúznak, hanem egy helyzetet állítanak vissza. Oké? Okay? Egy olyan helyzetet, ahol az ő érdekeik sérültek. És ezt a sérülést orvosolják az oroszok. Oké, okay, ezeket az érdeksérelmeket orvosolják. És ez, mondom, nem háború, mert ők ők igazából nem akarják Ukrajnát megszüntetni. Ha meg akarták volna Ukrajnát szüntetni, már mint úgy, hogy ha azt akarták volna, hogy Oroszország része legyen Ukrajna, akkor fogták, és a hadsereg, nagy részét, mondjuk a 80%-át azt oda vitték volna, azt elrendezték volna az egészet két hét alatt. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy semmi ilyesmi nem volt. Semmi ilyesmi. Tehát mikor az emberek azt gondolják, hogy itt háború van a szomszédunkban, akkor óriási tévedésben vannak. Tehát ráadásul ugye azért, azért is hitetik el az emberekkel, hogy háborúval, mert így négy éve már fel lehet, fel lehet tartani, nem a háború miatt, mert a háború miatt csak két éve, fel lehet tartani a veszélyhelyzetet. És a veszélyhelyzetben ugye olyan rendeletek vannak, hogy a, illetve a törvények, hogyha veszélyhelyzet van Magyarországon, akkor a kormány szabad kezet ad a rendeletek és a törvények alkotásában. És nem kell a parlament ö, hozzájárulása a rendeletekhez, illetve a törvényekhez. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy ezzel ugye nem tudom hány olyan ország lehet még Európában, az Unióban, am ahol rendeleti kormányzás van, nem hiszem, hogy mi vagyunk csak az egyetlenek, de még azt is el tudom képzelni, hogy mi vagyunk az egyetlenek, az unión belül, ahol rendeleti kormányzás van, mert veszélyhelyzet van, de lényeg az, hogy ez, ez gyakorlatilag egy diktatórikus megoldás. Tehát itt most Magyarországon nincs parlamenti demokrácia. Jó? Tehát itt nincsen. Tehát ott, ahol egy kormány rendeletekkel tud kormányozni, azt úgy hívják, hogy diktatúra. Oké? Okay? Tehát ahol nem kell a parlament. Jóváhagyása a rendeletekhez, a törvényekhez, azt úgy hívják, hogy diktatúra. Oké? Okay? És nagyon érdekes volt, mert itt van ez a, ez a pedofil botrány. Nem beszéltem még erről, de most valahogy ez eszembe jutott. Ez a pedofil botrány, ami azt jelenti, hogy egy éve, lett ez aláírva. Nem most? Egy éve. egy éve. pont egy éve. Lesz nem sokára. Pár héten belül. Egy éve lett aláírva a kegyelmi És a kérvény, érted? És egy éve gyakorlatilag jóvá hagyta a kegyelmet a, az államfő. Érted? És egy, majdnem egy év múlva foglalkoznak ezzel a kérdéssel, azóta is Cseszegetik ezt a kérdést. És és ugye nagyon érdekes volt, mert nyilatkozott Orbán ezzel kapcsolatban, Orbán ugye a miniszterelnökünk, és azt mondta, hogy hogy a, a annál a kormánynál volt ez a cselekmény az előző kormánynál, tehát nem az övénél, az előző kormánynál, de mi, így mondta, hogy mi börtön, vagy mi börtönöztük be, ezt mondta. Tehát Orbán ezt nyilatkozta, hogy mi börtönöztük be. Oké, okay? na most erre rögtön a nejemben mit beszéltünk? Mi az, hogy egy kormányfő azt mondja, hogy mi börtönöztük be? Mikor egy bíróság az függetlennek kell, hogy legyen a kormánytól, ezek szerint a bíróság Magyarországon nem független a kormánytól. Tehát ő így kifejtette, hogy mi börtönöztük be. Tehát a, a mi kormányzásunk alatt lett bebörtönözve, és szó szerint ezt mondja, utána tudsz nézni a Youtube-on, hogy mi börtönöztük be. A gyurcsányék pedig elnézték, hogy mit csinál, nem ezt mondta, nem az előző kormány, elnézte, hogy mit csinál, ugye a, a hogy hívják, a, az igazgató, igen. Na most, de mi az, hogy mi börtönöztük be? Há, hogy mondhat ilyet egy miniszterelnök? A legfeljebb azt mondhatta volna, hogy a mi kormányzásunk alatt a független bíróság elítélte. Talán nem ezt kellett volna mondania? Elszólta magát. Elszólta magát. Jó, ezt tudtuk jól, hogy Magyarországon már nincs független bíróság. Ezt nagyon jól tudjuk. De ezt azért nem kéne a lakosságnak nyíltan kimondani. Nem vették észre a lakosságnak több éve ez. Tehát lakosság, ez egy nem régi nyilatkozat, ez egy most az elmúlt pár hétben történt nyilatkozat. És a lakosság ezt nem veszi észre, hogy mi az, hogy a mi kormányzásunk alatt ítélték el és börtönözték be? Érted? Tehát gyakorlatilag ezzel azt mondta, hogy szó szerint mondta, hogy mi börtönöztük be. Hogy? Egy kormány mióta börtönöz be valakit? Akkor az, ha egy kormány bebörtönöz valakit, akkor azt úgy hívják, hogy diktatúra. Bárki az, még ha egy gyilkos, akkor is, ha egy kormány börtönzi be, akkor az bizony diktatúra. Mert nem egy, bőr, nem egy kormánynak kell bebörtönözni egy, egy embert, hanem a bíróság mondja ki az ítéletet, és utána a rendőrség börtönözi be. És a bíróságnak, mi egy rendőrség az soha nem független, de egy bíróságnak függetlennek kell lennie. Oké, okay. teljesen kormánytól függetlennek kell lennie. Minden bíróságnak teljesen kormányfüggetlennek kell lenni egy demokráciában. Tehát Magyarországon ki, mondott, ki van mondva, hogy nincs demokrácia. Oké? Okay. És ezt a miniszterelnök mondta ki, hogy mi börtönöztük be. Oké? Okay. Hogy lehet ilyet kimondani? Na no, szóval, ezt most azért mondom, hogy tiszta és világos legyen, hogy, hogy olyan világban élünk, ahol ahol nem egészen úgy működnek a dolgok, mint ahogy az emberek gondolják. Egy több tekintetből sem, a háború tekintetéből sem, a demokrácia tekintetéből sem, stb. stb. És, és az emberek, minthogyha, minthogyha semmi, tehát mintha itt bemenne az információt, meg kijönne. Tehát mintha itt belül a fejükbe semmi olyan dolog nem lenne, ami gondolkodásra készteti őket. Tehát, mint hogyha belül üres lenne, érted? De ez a lakosság nagy része, beleértve, hát ezt az interjút meg lehetett volna hogy lovagolni. Érted? Simán, nem interjút, ezt a beszédét a miniszterelnöknek, simán meg lehetett volna lovagolni, de nem tüntetsz föl senkinek. Oké? Okay. <laughs> szóval. Hát igen, igen, igen. Igen. Szóval, gondoljuk végig, ha most egy ilyen világba élünk, és egy ilyen világba ö, növekednek a gyerekeink, érted? Most ne a jövőt nézzünk, tehát mondjuk azokat a gyerekeket, akik most ilyen 16-17 évesek, vagy 15 évesek, akik pár év múlva felnőttek lesznek. Érted? Hát milyen világunk lesz? Milyen világunk lesz? Hát gondoljátok végig. Tehát nem kellene ö, tudatosabbnak lenni sokkal? Tehát nem kellene? Nem kellene átlátni a dolgokat? Nem kellene meghallani a dolgokat? Érted? És én tanultam annak idején, hogy az a minimum egy normális embertől, hogy legalább annyit kimondjon, hogy ennyi benye be ezt azért nem kéne csinálni. De még ezt sem csinálják az emberek. Érted? Még ezt sem. Tehát még az sem, hogy mit tudom én, ő azt mondja magának, hogy ennye benje ezt azért nem kéne csinálni. Vagy azt mondaná mondjuk a barátjának, hogy hallottad ezt? Hát ennye benje azért ezt azért nem kéne csinálni ezeknek vagy azoknak. Érted? De semmi ilyesmi nincs. Tehát az embereknek olyan, mintha szivacs lenne az agyuk helyén. Szó szerint. Szó szerint. Tehát eszükbe nem jut, még annyi se, hogy azt mondják, hogy ennyi, bennyi, ezt azért nem kéne csinálni. Tehát ott lehet diktatúra, ha nincs idegen nyomás a diktatúrára, mint volt a második világháborút követően az oroszok részéről, akik megszállóként itt maradtak. Ugye, mert itt maradt az orosz hadseregből 200 ezer ember. Azért ugye ez teljesen világos. És az egy jelentős erő volt, akik itt maradtak a második világháborút követően. És nyilván ők egy nyomást ö, alá helyezték a magyar társadalmat. Nyilvánvaló. És de most nincs egy ilyen helyzet. Tehát nincs egy ilyen helyzet. Egy olyan helyzet van, ahol ahol az emberek simán elnézik, elfogadják, hogy gyakorlatilag megyünk a totális diktatúra felé. Szó szerint. Szó szerint. És, és azt nem mondják azt, hogy ennye-bennye talán ezt nem kéne. De, mondom, ha minimum elszondanák az emberek, nem tudnák megcsinálni. Mert akkor lehet egy országban külső nyomás hiány, tehát hogy nincs külső nyomás, mégis diktatúrát létrehozni, hogyha az emberek bólogatnak hozzá. Világos ez? Vagy ha nem is bólogatnak, de nem csóválják a fejüket. És ez be van bizonyítva itt Magyarországon, hogy az emberek Annyira tudatlanok lettek, hogy még azt sem csinálják, hogy csóválják a fejüket, és talán ezt nem kéne. Hát most gondold végig, itt van a veszélyhelyzet kérdése. És akkor a veszélyhelyzet kérdésével vajon mennyien foglalkoztak az elmúlt négy évben? Szinte senki. Érted? Szinte senki. Jó? Tehát mondom, egy, nem akarok politizálni, ez nem politizálás, csak hogy tiszta és világos legyen, hogy az emberek tudatás, tudatossága milyen alacsony szintre süllyedt. És mi lesz ezután? Tehát Magyarország egy olyan ország, amely a hunok öröksége. Érted? Tehát a az azt jelenti, hogy mi örököltük a hunságot. Tehát mi vagyunk a hunok a világ szerint a hunok közvetlen leszármazottjai. Nem a magyarok, nem csak a magyarok, hanem a székelyek, a palócok, a kunok, a jászok. Oké, okay, csak most mondtam egy párat a magyar kívül Mind hun leszármazott. Mind kivétel nélkül. Ez azt jelenti, hogy több vonalon ment tovább a hun. Azért hívnak minket magyaroknak, mert a magyarok voltak a legtöbben. Tehát többen, mint a, a, a székelyek, többen, mint a, a jászok, vagy a kunok, vagy a palócok, és ezért vagyunk magyarok. Oké? Okay? Hála Istennek mi nem úgy vagyunk, mint mondjuk a, az olaszok. Vagy a németek. Hogy a németeknél vannak poroszok, meg szászok, meg vannak ö, svábok, bajorok, osztrákok, már az osztrákok is németek. Jó, és, és ezek rengetegszer harcoltak egymással. Ha megnézed a történelmet, ezek a népcsoportok annak ellenére, hogy anyanyelvűek, ugyanaz az anyanyelvük, mégis, Rengeteget harcoltak egymással. Az elmúlt ezer évben. Ugyanúgy az olaszoknál is a városállamok, az olasz városállamok az mind-mind külön nép volt, ugyanúgy, mint a, a németeknél a porosz, a szász, a, a bajor, stb. stb. Harcoltak egymás ellen. Oké? Okay? Mi hála Istennek nem harcoltunk se a kunokkal, se a jászokkal, se a palócokkal, se a székelyekkel. Érted? Hála Isten a magyar a saját fajtájával kijött. Sőt, nem csak a saját fajtájával. Mi nem harcoltunk a szlovákokkal, mi nem harcoltunk a románokkal, mi nem harcoltunk a szerbekkel, mint nemzetiségekkel, a horvátokkal nem harcoltunk. Oké, okay, a szlovénokkal sem harcoltunk mi nemzetiséggel. Az osztrákokkal sem harcoltunk. Az ukránokkal sem harcoltunk mi nemzetiséggel. Érted? Egyel se. Csak akkor, mikor ők megtámadtak minket. Egyel se harcoltunk. Sose. Csak mikor ők megtámadtak minket, akkor védekeztünk. Oké? Okay. Ami azt jelenti hogy gyakorlatilag szlovákokat mondtam, gondolom. Jó. Tehát mi teljes kiegyezésben voltunk velük. Tehát a magyar az egy kiegyező faj. A hun az egy kiegyező faj volt. És mi annak a az utódjai vagyunk. A hunoknak. Ha nem hiszed, hogy mi hunok vagyunk, akkor nézd meg, mindenütt úgy van a felségjelünk, hogy H betű és hú. És azt mondod, hogy hungeri, hungria, vagy valami hasonló, akkor azt tudják, hogy mi vagyunk. De azt mondod, hogy magyar, külföldön, azt se tudják, mi fánterem. Érted? Azt mondod, hogy Magyarország, és akkor nézel külföldön, és akkor néznek rá, hogy mit akarsz. Érted? De amit kimondod, hogy Hungária, érted, vagy valami hasonló, ahogy azban az országban nevezik főleg, abban a pillanatban rögtön így tudják, hogy kik vagyunk. Mert tudják azt, hogy hunok vagyunk. És mi meg nem ismerjük a hunságunkat. Azért, és nem vagyunk büszkék a hunságunkra. Pedig igazán büszkék lehetnék a hunságunkra, mert nem találsz olyan birodalmat itt a Földön, amely több ezer éven keresztül fennállt, csak egyet. Azt pedig úgy hívják, hogy humbirodalom. És az több ezer éven keresztül állt fenn. Oké? Okay? Attilláig, sőt nem attilláig állt fenn, hanem az avarkor végéig állt fönn a humbirodalom. Csak hogy tisztában legyünk ezzel. Oké? Okay? Ugyanis. Az avarok is unok voltak. Jó? Maradjunk ennyibe. Szóval, de hát az avar az egy már egy hitalált név. Jó? Na most, gyakorlatilag nem volt olyan, hogy avar. Jó? Az, az, az nem az avarkor, a zavarkor. Jó? Csak hogy tisztában legyünk ezzel. Az avarkor az nem az avarkor, hanem a Zavarkor. Miért zavarkor? Mert oda betettek 300 évet. És az avarkor az az a 300 év. Oké, okay, amit oda betettek. Tényleg? Tényleg. Tehát kik tették ezt be? A németek. Miért? Hogy ugye nagy károlyt, aki egy nem létező uralkodó volt, oda berakják. És tudják azt mondani, hogy onnan származik a németek nagysága és az első német birodalom. Oké? Okay? Onnan származik. Ez a német római birodalom. Érted? Onnan származik Nagy, Károlytól. Nagy Károly az egy nem létező személy. Honnan tudni, hogy nem létező személy. Na most azt mindenkinek tudnia kellene, hogy mikor volt ugye Attila. Ugye Attila a hunok és a magyarok királya. Oké, tehát ezáltal, hogy a hunok királya, ezáltal a magyarok királya is. És ha megnézzük, azt mondja, hogy egy pillanat, Jó. Hol van F? Megvan. Azt mondja, hogy mondom. Csak azért, mert pontos adatokat akarok mondani. Attila 453-ban halt meg. Jó, tehát 453 ban Na most. Azt mondja, hogy nézzük akkor történelmi tényeket, jó? Attila fia Csaba volt. Érdemes felírni, jó? Csaba fia Ed volt, Ed. Jó? Ed fia ügyek volt. Ügyek fia előd volt. Hoppá, előd az már ismerős. Oké. Okay. Előd fia álmos volt. Az is ismerős. És álmos fia Árpád volt. Schluss, ez történelmi tény. Oké. Okay. Igaz, hogy történelmből nem tanították, direkt. De ezek történelmi tények van kódexbe leírva. Oké? Okay? Na most. Egy generáció az 25 év. Számogassunk. Azt mondja, hogy még ugye a gyereke Csaba az nyilván akkor született, amikor Attila élt. <laughs> hát nyilván utána már nem tudott születni. Oké? Okay? Na most. Vagy legalábbis akkor fogad. Na most. Ha ezt összeadjuk a 25 éveket, azt mondja, hogy Csaba, mondjuk ott adjunk kevesebbet, de adjuk a 25 évet, jó? Attilához képest. 25, egyszer, ed még egyszer az 50, ügyek az 75, előd az 100, álmos az 125, Árpád 150 év. Tehát magyarul Árpád 600 környékén volt. Világos ez? Mit tanultunk, mikor volt a honfoglalás? 896. Itt a 300 éve. Tudjátok mikor rakták hozzá? 614 és 911-et. Tehát 614-et 911-re írták át. Oké? Okay? Tehát 614-et 911-re átírták. Világos ez? Jó? És még hozzátettek három évet. És úgy jött ki a 300 év. Oké? Okay? Tehát mikor ilyenről hallasz, hogy avarkor, az nem az avarkor, az zavarkor. Az avarkor pont ebbe az időszakba esik. Nem, nem nem azt a dátumot írjuk. <laughs> Tehát nem 1724 van, nem nem azt a dátumot írjuk. Hanem 2024 van. Oké? Okay? De ha... Szépen mentek volna az évek, akkor most 1724 lenne. Világos? Oké. Okay. Na ezért, mivel a történelemben, ugye a, a nagyon régi történelmet a hunok aranylemezekre rótták, Miért arany nem ezekre? Mert az semmi nem teszi tönkre. Tehát az arany az egyetlen anyag, amely öröklétű. Nem tudom, ezt tudtátok-e. Tehát az az egyetlen anyag, ami öröklétű. Tehát az olyan, mint a lélek, öröklétű. Az arany az öröklétű. Azt nem eszi meg az idő. Oké? Okay? Na most, ezért, ezt tudták már régen is, az a, 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 a hunok mindent aranylemezre róttak. Ez, és kik rótták? Volt ilyen foglalkozás. Úgy hívták, hogy rovósámán. Oké? Okay? Tehát rovósámán. A rovósámán fejvesztés terhe mellett kellett, hogy rója az aranylemezeket ami azt jelenti, mit jel miért volt fejvesztés terhe mellett. Ha nem a valóságot írta le, lefejezték. Oké? És az összes rovósámán ezáltal kénytelen volt hitelesen róni a történelmet. Oké? Na, és nézzük tovább. Majd abba hagyták az aranylemezekre rovást, hanem kódexekbe róttak. Mikor már, ugye, föl volt találva a papír. Oké? Okay? Onnantól. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy Magyar Tudományos Akadémia? Igen. A Magyar Tudományos Akadémiában ott vannak ezek az aranylemezek. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó, ezeket fellelték, és ott van. Jó? Természetesen eltitkolják. Jó, na, akkor nézzük tovább. A. Tehát, ugye onnantól a rovásokat papírra rótták, kódexekben rották, de továbbra is rovósámánok Fejlesztés mellett kellett, hogy rólják. Oké? Okay. István változtatta meg ezt az egészet, addig ez így működött. Oké? Okay. Tehát a kereszténység bejövetelével ugye a római kereszténység, mert ugye mi keresztény nép voltunk, a római keresztény, csak bizánci keresztény, a római kereszténység felvételével változott meg az ez egész. Tehát István nem trónörökös volt. Koppány volt a trónörökös, csak hogy tiszta és világos legyen. Oké? Okay? Tehát, hogy foglalta el a trónt István? Hogy németeket hívott be magyarok ellen. Elsősorban németeket. Oké? Okay? Tehát ezért volt egy belháborunk, Az első belháborunk volt. Oké? Okay? Az első. Addig magyar-magyar ellen nem harcolt sose. Tehát elmondtam, akkor inkább úgy mondom, hogy hun-hun ellen nem harcolt. Tehát háborút nem folytatott. Oké? Okay? Nos, szóval, ugye mi volt a hunok küldetése? Mert ez a lényeg hogy egy magasabb rendű tudást vigyen el a világ számára. Hogy történt ez? Volt egy kontinens, ami azóta elsüllyedt. Lehet azt mondani, hogy Atlantis, lehet azt mondani, hogy Atais, tök mindegy. Elsüllyedt azóta. Ezen a kontinensen éltek a fehér hunok és a fekete hunok. A bőrük színéről nevezték így őket. Jó, és leszálltak az idegenek, földön kívüli idegenek. És itrekedtek egy űrhajó itreket. Tehát az, amelyik leszállt, az itreket. Bedöglött az űrhajó, és nem tudták megjavítani. A földön nem rendelkeztek azzal a technikával. És onnantól elkezdték tanítani azokat az embereket, akik azon a kontinensen voltak. Oké? Okay? Ez egyébként az Atlanti-óceánon volt ez a kontinens. És, és azt a technológiát átadták, hogy járják be a Földet, és vigyék el azt a magasabb rendű tudást, amit a fentiektől tanultak. Világos ez? A legtöbb ilyenfajta, tehát leghosszabb életű, az egy hölgy volt. Ezt ábrázolják is. Tehát, mikor én már erről tudtam, voltunk Máltán, és Máltán, aki volt, rengeteg olyan szobrocskát lát, ahol egy féllábú, tehát tértől lefele nincs lába hölgyet ábrázolnak, duci hölgyet. <té> de, de, de voltam, Tehát duci hölgyet ábrázolják, és a magyarok szerint az volt anyahita, és a máltaiak szerint is, ugye az volt, a, akitől származik a tudás. Oké? Okay? Na most ez a hölgy, ez Máltán mindenféle szoborban megtalálható. És Ugye Máltán vannak gigalitok. Sokkal jobb állapotban, csak hogy tiszta és világos legyen, mint Stonehenge. A máltai gigalitokról ennyit nem tudnak az emberek. Mindenki az angol Stonehenge gigalitokat beszél, és az sehol nincs a, a máltaihoz. Tehát a máltai az tök jó állapotban van. Oké? Okay. És azt se tudtuk, hogy Málta nem egy sziget, hanem három sziget, mert a tenger szétmálta. Azért lett az a neve, mert a tenger a szigetet szétmálta. Nem érdekes. Nem érdekes, hogy magyarul a Málta, az, annak van jelentése. Nem véletlenül esetleg az ősi nyelven ezt megfogalmazták, és nekünk még ezben maradt a nyelvünkben. Nem véletlenül, ezt csak úgy mondom. De nem is ez a lényeg. Hát tök meglepődtünk, mikor láttuk azt, hogy a tenger szétválta, ugye, a szigetet. Na most nézzük tovább. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ezt a tudást, amit a földön kívüliektől megkaptak, el kellett vinni a földbe. Földön. És szét kellett rajzani. Már csak azért is szét kellett rajzani, mert a sziget kezdett süllyedni. Nem egészen így van, hogy süllyed. Mi, mi, az is süllyedés, mikor a tenger emelkedik. Világos ez? Miért emelkedett a tenger? Nagyon egyszerű. Azért, mert volt egy, egy kataklizma, ami azt jelenti, hogy a óriási por mennyiség került a légkörbe, és ennek hatására lett egy hatalmas jégkorszak. És az emberek nem tudtak élni, csak a, tehát a mediterrán területtől délre. Tehát még a mediterrán területen éldegéltek, de attól délre. Ezért városokat az egyenlítő környékén alakultak ki az óriási települések, mert oda koncentrálódott az emberiség. Ezért van az, hogy az egyenlítő környékén óriási településeket fedeznek föl rendszeresen. Nem csak az egyenlítő környékén, hanem a mediterrán területektől délre, tehát beleértve a mediterrán területeket. Tehát például a Kárpát-medencén az jégsapka volt. Jó? Itt tudtak egyes helyeken élni emberek, a melegvizek környékén. Tehát föltörtek forrás melegvizek, és azok, azokon a környéken tudtak élni. Világos? Mert a melegvizek meleget csináltak, és ott akár tudtak termelni is. Jó? A melegvizek miatt. Tehát a Kárpát medencében, mivel a Kárpát medence a világ egyik legtöbb melegvízével rendelkezett, megrendelkezik jelenleg is. Ezáltal itt tudtak élni emberek. Jó? De máshol nem. Csak a Kárpát-medencében. Ugye? A Kárpát-medencé a szélvédett is. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó. Na most tehát délebre élt az emberiség nagy része. Tehát a... a Hát mondhatjuk azt, hogy elsősorban a ráktérítő és a baktérítő között éltek az emberek. Mert a többi rész az jég alatt volt, és nagyon-nagyon hideg volt. Jó? Na most, ennek Máltán a nyomait tökéletesen látni. Tehát ami azt jelenti, hogy óriási olyan ö, falut hoztak létre a föld alatt, érted? Falut a föld alatt, ahol mit tudom én, mennyi ez, ez ezer fölötti ember tudott élni a föld alatt. Érted? Belevésve a, a hegybe, a hegy alatt. Hát ugye a Málta az gyakorlatilag egy nagy szikla. Jó? Hát a termőföld az gyakorlatilag nem nagyon van, úgyhogy a, a, ki, a követ, csinálnak belőle kerítést, és, és akkor tudnak ott valamit termelni, érted? De az egész, Bálta az egy nagy szikla. Jó? Tehát nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a hunok azt a küldetést vállalták, hogy a magasabb rendű tudást elviszik az emberiség számára. Mikor? 4500 évvel ezelőtt vállalták. Világos ez? Nem most? Na most, ezt a küldetést a hunok, István jó voltából, nem tudták beteljesíteni első István. Oké? Okay. Hát ezertől. Sőt, felrúgtuk a 24 törzs vérszövetségét. Amiben benne van, hogy az a törzs, amelyik fölrúgja a szövetséget, annak ezer éves átok hull a fejére. Oké? Okay. És ez mikor volt? Istvánnal. Ugye? Az állami alapítással. Amit ünneplünk, hogy jaj, de jó, hogy főrugtuk az államszövetség, vagy a, a törzsövetséget, érted? Csak annyi lett a hatása, hogy ezer éves átok. Oké? Okay. Na most akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Egy nép tehát minden népnek van küldetése. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy egy népet csak úgy létrehoztak küldetés nélkül. Nincs ilyen. Jó? Nincs. Tehát amikor létrehoztak egy népet, az küldetéssel hozták létre. Nem tudom, tudod-e, hogy a kazár zsidókat miért hozták létre? Az egy nép, gyakorlatilag. A kazár zsidókat azért hozták létre, hogy a hún birodalmat szétbombázza. Szétbomlassza. Hol jött létre a kazár nép? Ukrajnában. Csak hogy tisztákban legyünk ezzel. Oké? Okay. Na most. Tehát minden népnek van küldetése. Mindegyiknek. A magyarnak az a küldetése, illetve a hunnak az a küldetése, már pedig mi vagyunk a leszárma, közvetlen leszármazottjai, az azt jelenti, hogy az a küldetés, hogy egy magasabb rendű tudást juttassunk el az emberiség számára. És ha nem hiszed, járj utána, hogy én legalább hét jóslatot olvastam ebben a kapcsolatban, hogy ez a magyarok küldetése. Legalább hetet. Oké? Okay? Amire visszaemlékszem. Ami azt jelenti, hogy mindenféle emberek jósolgattak, mostanában is volt ilyen, és mind arra azt jósolja, hogy a Kárpát-medencében ből indul el a magasabb rendű tudás az emberiség számára. És hát a Kárpát-medence az 4500 éve a miénk. Nem másé, a hunoké. Tehát 4500 éve a hunok itt élnek a Kárpát-medencébe. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy amikor ugye elkezdett olvadni a jégsapka, akkor elkezdett sűjtni a sziget. Nem tudom, tudjátok-e, hogy nem volt Földközi-tenger. A Földközi-tenger. Azért lett Földközi-tenger, mert berobbantották a gibratát. Berobbantották. Több ezer évvel ezelőtt. Oké? Okay? Több ezer évvel ezelőtt berobbantották, akkor kik robbantották be? De... Hát nem a mai ember, az biztos. Világos ez? Nem a mai ember. És ezért van vízözön. Tehát ezért van itt nagyon sok helyen vízözön. Mert olyan dolgokat csináltak, ami által elárasztottak területeket. Ugye nem volt a Fekete-tenger. Megnézed a Fekete-tengert, élet volt a Fekete-tengeren. Honnan látod? Rámész a Google Mapsra. És gyönyörűen látod, hogy szabályos idomok, elemek vannak a Fekete-tenger alján. Oké? Okay? Google Maps-al gyönyörűen látod, ezt én már bemutattam. Oké? Okay? Szabályos idomok. Szabályos, egyenes alakzatok, város, város idomok vannak a Fekete-tenger alján. Érted? Ami azt jelenti, hogy... Föld, tehát a Gibraltar ki lett robbantva, befolyt az, ó, az, óceán vize, ugye befolyt a földközi tenger helyére, ugye az egy ö, ugye mélyedés volt, onnan ment tovább a Boszporoszon keresztül, egészen a Fekete tengerig. És a Fekete tenger így lett föltöltve. Hát ami azt jelenti, hogy mivel ugye ott rengeteg víz van a Fekete tengerben, hiszen egy kilométer mély, a legmélyebb pontja, az azt jelenti, hogy nem olyan kis sekély, mint az adria. Ezért ugye, és mivel teljesen sík az alja, ezért, ha ott szél van, hatalmas hullámok vannak. Mert mint a lavorban a víz így lötyök, tudod. Mert nincs, ami megakadályozza. És ott van egy vihar, és utána hetekig képes arra, hogy még mozog a tenger. A Fekete tenger. Azért tudom, mert voltunk többször. Nincs. Jó, tehát olyan, mint a lavorban a víz, tudod, hogy lötyög, persze. Mert, mert ugye sok a, a lavorhoz képest, a szélességhez képest a lavorban is Nincs. nagy a víz, és akkor sokáig lötyög benne ide-oda, érted? Ugyanúgy ott is a szélességekhez képest nagyon mély a víz. A ladri az nem tud lötyögni, mert ez egy kis lapos valami. Érted? Tehát ez egy kis sekély valami. Jó, tehát lényeg az, hogy hogy uh, mi a küldetésünk, ha te magyarnak tartod magad, székelynek, palócnak, kunnak, jásznak, stb., akkor te hunörökös örökös vagy. És hun örökösként van egy küldetésed. Magasabb, tehát ami a népnek a küldetése, az a nép tagjának is a küldetése. Egy magasabb rendű tudást kell eljuttatni az emberiség számára. Ez ma is ugyanolyan aktuális, mint 4500 évvel ezelőtt. Oké? Okay. Ugyanolyan aktuális. És ha nem hiszed, nézz utána, hogy hányan jósolták ezt. Beleértve nostradamus is. Hogy innen fog elindulni egy magasabb rendű tudás. És kiktől? Tőlünk. PPH-soktól. Nem másoktól. Tőlünk. Ennek az elindítója, én vagyok, ezért jöttem ide. Oké? Okay. De egyedül nem tudom megcsinálni. Nekem társak kellenek. Sok-sok társ, akivel ezt együtt megcsináljuk. Oké? Okay. Miért kell megcsinálni? Mert hát különben megyünk a levesbe. Tehát itt tőlünk függ az emberiség sorsa. Nem vicc. Komoly. Tőlünk PPA-soktól. Nem magyaroktól. Tőlünk PPA-soktól. Utána a magyaroktól. Utána lehet azt mondani, hogy a magyaroktól függ. De a magyarok, ha mi nem vagyunk, mit, milyen magasabb rendő tudást visznek el az emberiség számára? Semmi. Nulla. Érted? Mi vagyunk, akik erre képesek vagyunk, hogy egy magasabb rendű tudást vigyünk el az emberiség számára. Ezzel tisztába kellene lenned. Oké? Okay? És igenis, meg tudjuk ezt csinálni. Oké? Okay? És ehhez keresünk társakat. Olyan embereket, akik éreznek magukban akkora kihívást, hogy korszakalkotók legyenek. Érted? Na most gondold végig! Nézz körül a környezetedben. Nézd körül. Nézd körül azokat, akik nem PPH-sok. Tehát szerinted van egy lehetőség, hogy az ember korszakalkotó legyen, vagy egy senki. Melyik a jobb? Gondold már végig! Tehát mi szeretné inkább lenni egy senki, vagy egy olyan személy, aki korszakalkotó, és létrehoz egy olyan dolgot, amit a történelemben nem találsz példát? Érted? Ugyanis nem voltak korszakalkotók. Világos ez? Hogy jöttek akkor létre a korszakok? Hát ilyen több száz éves átmenettel. Hát most gondold végig, itt van például a az ipari kor mikor létrejött? Honnan? Hát amikor föltalálták a gőzgépet időzőjelben, már a középkorban is, vagyis az ókorban is volt gőzgép, mindegy. Föltalálta ugye a gőzgépet, utána nem sokkal rá, rá, a, ugye a vonatot is, a mozdonyt föltalálták. De az most nem is ez a lényeg. Tehát föltalálta a gőzgépet, ugye vatt, ha jól Én emlékszem. Szépen. Így van. Na szóval és nem véletlenül hogy ugye a teljesítményt róla ö, van a mértékegysége, a teljesítmény mértékegysége róla van kitalálva. Szóval, föltalálta a gőzgépet. Még mindig vannak feudális államok a világban. Tehát ami azt jelenti, hogy a korszakváltás nem zajlott le. Érted? Nem zajlott le. Ami azt jelenteni, hogy az ipari korral elindult a kapitalizmus. Oké? Okay. Addig feudalizmus volt. Oké? Okay. A korszakok azért az azt jelenti, hogy ha megnézed, a feudalizmusból lett a kapitalizmus. Oké? Okay. És még nem, mindig nem zajlott le teljes egészében. Azt lehetett az ott a 400 év lassan. Érted? Tehát ott nem volt korszakváltás. A korszakváltás az, amikor Gyorsan megtörténik. És erre a gyors megtörténésre, hát van nem sok időnk. Mondjuk valamivel több, mint egy évtizedünk. Na, az korszakváltás. Amit egy évtized alatt meg kell csinálni. Na, az korszakváltás. Érted? És ugye, mit jelent a korszakváltás? Szeretett korszak amit úgy neveznénk hogy aranykor, mit jelent a szeretetkor? Feltétel nélkül együttműködés oké? Okay? amikor az emberek szeretik egymást akkor képesek feltétel nélkül együttműködni. De az hogy szeressék el egymást az előítéleteket ki kell kapcsolni. Világos ez? mert addig, míg te egy emberre előítélettel nézel addig nincs szeretet. Az előítéletek kikapcsolásához bizony kell az elfogadás. Ezeket meg kell tanulni. Nem így működnek az emberek. Ha az ember képes arról, hogy elfogadjon, akkor képes arra, hogy az előítéleteit levetkőzze. És ha képes az előítéletet levetkőzni, akkor képes arra, hogy természetes módon szeressen. Ne érdekből. Világos ez? És ha az ember képes arra, hogy természetes módon szeressen, akkor képes arra, hogy együttműködjön. Méghozzá feltétel nélkül. Oké? Okay. Miért? Mi az alapja a feltétel nélkül együttműködésnek? Hát a bizalom. A feltétel nélküli bizalom. És hogy lehet bízni egy másik emberbe feltétel nélkül? Ha tudod, hogy ő nem fog etikátlanságot csinálni. Tehát nem fog tisztességtelenséget, becstelenséget, vagy erkölcstelenséget csinálni. Ha ezt tudod. Érted? Miért? Mert van annyi ismerete ezzel kapcsolatban, lélek ismerete, hogy nem teszi meg ezt a saját lelkéért. Világos ez? Ezt úgy mondanák a vallásban, hogy a saját lelki üdvösségért nem teszi meg. De azt se tudjuk, mi az, hogy üdvösség. Tudjuk, a legtöbb embernek fogalma nincs. Nekem sincs mi az, hogy üdvösség. Jó? Tehát nem tesszük meg a saját lelkünk. Miért nem tesszük meg? Mert a saját lelkünk fejlődése nem engedheti meg, hogy elköcsenek legyünk, tisztességtelenek legyünk, becstelenek legyünk. Mert az erköstelenség, tisztességtelenség, becstelenség nem fejleszti a lelket, hanem visszafejleszti, vagy megállítja a fejlődésben. Világos ez? És az ember lelke az a töretlen fejlődésre teremtetett. Világos ez? Nem arra, hogy visszafejlődjön, vagy megálljon a fejlődésben. Tehát mi emberek kötelességünknek kell, hogy érezzük, főleg magyarként, székelyként, jászként, palócként, stb. Kötelességnek kellene éreznünk azt, hogy a magasabb rendű tudást elvigyük az emberiség számára. Na most gondold végig, a magasabb rendű tudás, az kártékony lesz az emberek többségének? Hm? Persze az elnyomónak baroménak nem tetszik, hogy okos, mert az elnyomó, az utálná azt, hogy te okosabb legyél nála. Minden elnyomó utálja azt, hogy a környezetében levő emberek okosodnak. De az elnyomók, az csak az emberiség 20%-a. A 80% az nem elnyomó, a 80% igenis fejlődni akar. Oké, okay, és most kit érdekel az a 20%? Az meg így jár. Kész. Ennyi. Oké, okay, úgy is a fentiek gondoskodnak róla, hogy, <laughs> hogy megkapják azt, amit érdemelnek. Világos ez? De a 80%-a lényeg az 6,5 milliárd ember. A 80%. Az azért nem kevés. És gondold végig, lehetőséget kap, 6,5 milliárd ember arra, hogy fejlődjön. És miért kellene fejlődni? Nem csak a lelkünk miatt, hanem azért, hogy kiárjuk a földnevezető iskolát. Oké? Okay? És Magasabb iskolába kerülhessünk. A magasabb iskola az azt jelenti, hogy a fenti létforma. Oké? Okay? Visszakerülhessünk az angyali létformánkba. Oké? Okay? Ebből az emberi mi voltból? Azért gondold végig, melyik lenne az ember szívesebben: egy angyal, vagy egy kis emberke. Szó szóval, szerint csatja, mert egy angyalhoz képest egy ember az egy csatja kis valami. Körülbelül az angyal és az ember között akkora a különbség, mint mondjuk egy ember és egy majom között, jó? Mondjuk egy csimpánz között. Mert mondjuk az a legértelmesebb talán a majmok között jelenleg. Mondjuk egy csimpász között. Hát lehet választani, hogy az ember csimpánz akar lenni, <laughs> idézőjelbe vagy. Ember, érted? Hát ugyanez, lehet választani, hogy ember akarok maradni, vagy angyal. Oké, okay, és akkor lehet megnézni Szedlacsik Miklós videókban azt, hogy milyen az angyalok működése. Jó? Mert erről is szoktam beszélni. De mivel ez most nem fér bele, már így is túlmentünk az időm. Úgy, hogyha korszakalkotó akarsz lenni, itt a helyed nézd meg a feltételeinket, a legjobb feltételekkel ezt meg tudod tenni. Ha úgy akarod élni az életedet, ahogy, akarod, ahogy eddig élted, akkor az meg a te dolgod. Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 30 perc szünetet, szeretlek benneteket, sziasztok!